Két éve váltott szolgáltatót a város, azóta mintaértékűvé vált a szombathelyi tömegközlekedés, fogalmazott Nemény András a Tököli utcai buszmegállóban megtartott sajtótájékoztatón. Céljuk, hogy a közösségi közlekedés a lehető legjobb legyen, és azt egyre többen vegyék igénybe. A polgármester bejelentette, újabb lépést tesznek ebbe az irányba, és egyúttal a családokat is segítik. Határozati javaslattal él a csütörtöki közgyűlésen, hogy legyen ingyenes a helyi járatos utazás a 16 év alatti szombathelyi fiatalok számára. A hivatalos kidolgozása az előterjesztésnek az a januári közgyűlésen kezdődik meg, februárban már megszületik a végleges döntés és a költségvetési forrást is hozzárendeljük, és áprilisektől tervezzük azt, hogy már bevezetésre kerül mindezt, tehát onnantól kezdve tudnak majd ingyen közlekedni a 16 év alattiak. Az előzetes számítások szerint közel 7500 diák élhetne az ingyenes utazás lehetőségével, és mindez nagyjából 100 millió forintba kerülne a városnak. A polgármester azt kérte a képviselőktől, támogassák a javaslatot. Szeretné, ha egyhangú döntés születne. Horváth Soma alpolgármester elmondta, büszke rá, hogy Szombathelyen közlekedik az ország legmodernebb buszparkja, miközben a jegy- és bérletárak nem emelkedtek. November óta dolgoznak a diákok ingyenes utazásának tervén. Az elképzelések szerint a 16 év alatti szombathelyi állandó lakcímmel rendelkező fiataloknak regisztrálniuk kell majd az önkormányzatnál, és az itt kapott tanúsítvánnyal igényelhetnek bérletet a szolgáltatónál. Ezt egyszer kell megtenni, később már elegendő lesz felmutatni a diákigazolványt. Hozzáfűzte azt is, hogy elkészült az Éhen Gyula téren az új buszpavilon, és hamarosan elbontják a régi, rossz állapotú újságos bódét is. Az első negyedévben 3 új MIDI busszal bővül a Blagusz flottája, az esztendő második felében pedig egy elektromos autóbusz is szolgálatba áll a város útjain.